Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ 19. alkalommal rendezte meg a Halmos Béla országos népzenei találkozót. A versenyt két évente rendezik meg Bonyhádon, és már 38 éves múltra tekint vissza. Az idei különlegessége, amellett, hogy majdnem fél évszázada ugyanolyan nagy érdeklődés van a találkozó iránt, hogy az előző év folyamán a járványhelyzet miatt nem lehetett megtartani a rendezvényt, így a már hagyományos program 3 év kihagyást követően került újra megrendezésre. A 19. országos népzenei találkozóra igazából az elmúlt évben került volna sor, sajnos közbeszólt a járványhelyzet, és nagyon izgultunk, hogy vajon 3 év után, mert ugye ezt a rendezvényt két évente tartja amúgy intézményünk, vajon 3 év után sikerül-e megrendeznünk, és hál' Istennek azt mondhatom, hogy egy gyönyörű őszi hétvégén nagyon nagy számba jelentek meg itt versenyzők. 110 produkciót regisztráltak előre, néhányan betegség miatt visszamondták, de azt gondolom, hogy a második nap végére így is körülbelül 100 produkciót fog hallani a zsűri. A versenyre együttesek és szólisták egyaránt jelentkezhettek gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában, és az ország szinte minden tájáról érkeztek is jelentkezőkre, akik időt és energiát nem sajnálva készültek a fellépésre. Az előadók közül szinte mindenkinek az életében kiemelt szerepet tölt be a zene. Az énektanárom Tóth Dorottya ajánlotta, hogy induljak ezen a versenyen, és akkor mit kaptunk az alkalmon. Én is, meg ő is, és együtt készültünk erre. Volt, aki nem csak a saját előadásával állt a színpadon, hanem többször másokat kísérve újra és újra feltűnt a zsűri előtt. Az iskolámban értesültem a versenyről, a székesfehérvári Herman László zeneművészeti szakgimnáziumból. Azért indultam rajta, mert szerettem volna így a többiekkel összemérni a tehetségemet, hogy hol tartok. A zsűri élvezettel hallgatta az összesen 97 jobbnál jobb produkciót, és bár nehéz feladat elé voltak állítva, mindenki megkapta az őt megillető figyelmet. A zsűri elnöke Eredics Gábor, Kossuth díjas népzenész, szerkesztő, a Vujicsics együttes vezetője, a Zeneakadémia adjunktusa volt. Jó régóta megy ez a rendezvény, sok-sok évtizede, és az az érzésem, hogy erre az egyik legnagyobb szüksége van a művészeti iskoláknak, hogy ez a bonyhádi találkozó, ez minden alkalommal fogadni tudja őket. Most, hogy a járvány időszak alatt ez egy nagyon problémás és sokunk számára aggodalmat adó helyzet, és azt hiszem, hogy a művészeti iskoláknak nem csak a tanárai, hanem a növendékek is nagyon várták már, hogy ide eljöhessenek. Így vagyunk ezzel mi is a zsűri tagjai is. Minden évben van valami olyan meglepő dolog, illetve minden alkalommal így mondanám helyesebben, van olyan meglepő dolog. Most például nagyon különleges volt, hogy a fiatal muzsikusok szinte a felnőttek repertoárját tudják ide elénk hozni, és nagyon sok esetben igen felkészülten, és ahogy is mondjam, a 100%-os szinthez egészen közel. A Kossuth díjas népzenész elmondta, a zeneoktatásnak és a családoknak egyaránt fontos szerepük van a népzene világában. Amikor a néprajzi környezete, az életmód már nem kedvez az úgynevezett organikus átadásnak, tehát amikor apáról fiúra, anyáról leányra adódik át a hagyomány, akkor az iskola rendszer nagyon sokat tud ezért tenni. No persze azért ne írjuk le a családokat, mert akiket itt most nagyon szép produkcióban hallhattunk, ott legtöbbször egy rendkívül támogató családi háttér is segíti ezt a nagy fejlődést. És persze azok a közösségek, sokszor táncegyüttesek, énekes közösségek, citarazenekarok a legkülönbözőbb formában,
információk, amelyek azt bizonyítják, hogy ez a művészeti ág, ez nem valamiféle nosztalgia jegyében van jelen napjainkban, hanem ma is egy nagyon aktuális, hogy ilyen ellentétet használják korszerű kifejezési módja fiataloknak. A népzenei találkozót a hagyományos és nagy sikerű közös táncház zárta.